A szövetségi kapitány iránt is megnő a kereslet egy ilyen Európa-bajnokság után. Pletykák szerint még Nápolyból is keresték, és a szövetségi kapitány meg is erősítette ezeket a híreszteléseket. Comincio dall'ultima. Da Napoli mi contattano e si interessano a me solo i miei parenti, mia moglie. A Napoli kapcsán meg tudom erősíteni, hogy érdeklődnek onnan irántam, de csak a rokonaim, a szüleim, a feleségem, meg a gyermekeim. Vannak sajtóhíresztelések, de nem volt komolyabb konkrétum. Már többször is elmondtam, hogy amíg azt érzem a szurkolók részéről, amit az elmúlt mérkőzéseken megtapasztaltam, addig szeretnék maradni. Portugália ellen nem működtek a cseréink, de azt is figyelem be kell venni, hogy bizonyos posztoknál meg volt kötve a kezem. A középső védők esetében nem volt ilyen gondom, de például Fiola Attila posztját tekintve nem igazán balszélső, és más csapatrészeknél is kevés volt az alternatíva. Vannak olyan alapemberek, akikkel mindig számolok. Szalai Ádámot például pótolhatatlan játékosnak gondolom. Tudom, hogy számtalan bírálat érte őt, és engem is, amiért bekerült a keretbe, de továbbra is kitartok az álláspontom mellett. Ha az a kérdés, hogy mit tennék másként ezen az Európa-bajnokságon, akkor csak egy dolgot. Portugália ellen máshogy cserélnék. Non hanno funzionato.